Szép estét kívánok, köszöntöm a Paletta magazin nézőit. Csomortani Gál László a kiváló székely képzőművész volt a Budapesti Erdélyi Galéria vendége. Az alkotó az ősi székely motívumok mestere, ezúttal is nagyívű, gondolatgazdag művekkel jelentkezett. A Budapesti Vármegye Erdélyi Galériában kiállítással ünnepelte 40. születésnapját Csomortani Gál László, székelyföldi képzőművész. Az ősi archaikus hitvilágot fatáblára álmodó alkotót szívbéli jóbarátai, Tolcsvai Béla énekmondó és Heitzinger Mika, a Misztrál együttes tagja köszöntötték. Én is úgy érzem, hogy ez a megszólítás, hogy a testvére és barátja, ez így van. Milyen gondolatokkal? Én boldog gondolatokkal, mert meg tudom, együtt lehetek ezen a... Ez életmű kiállítás. És ez egy olyan születésnapra összpontosítva, ami most véletlen vagy készakarva, nem tudom, de ez egy ünnep nekem is. Ember hordja Istenét, fakorsó a tűznek, nap ez is, mint az fent az égen. Végig kísérted a művek megszületését. Ilyenkor is rá tudsz ennek ellenére csodálkozni? Mert mindegyiknek megvan a maga története, igen. És minden, mikor találkozom a képekkel, mindig megerősíti bennem vagy azt a történetet, ami az alkotás kor volt. Laci lelkében, mert eléggé sokat vagyunk akkor telefonkapcsolatban, ha nem ott vagyok, akkor telefonkapcsolatban vagyunk, és ugyanígy vice versa zenékkel. Mindig vannak új üzenetek, mindig, és igazából az öröm jön mindenhonnan. Mindegyikben ott, még a sírásban is ott az öröm valahol, mert a fény mindenhol ott van. És ez a legfontosabb, és ez jó, hogyha az ember ezt látja, és ezt láttatja, és ezt megmutatja, mert elég, hát akárhogy is mondjuk szépíthetünk, de elég sötét korban élünk, és a fénynek megjelenése mi bármilyen formában az csak az épülésünkre válik embereknek. Gál László művei a gyökereket idézik meg. Visszaköszön a népmesék világa, a lélek égigérő csodafája, a balladák és táltosok, az a szellemiség sugárzik képeiből, amely fényességgel borítja be a székelyföldi emberfia mindennapjait. A válogatás az úgy történt most, hogy vissza akartam egyet tekinteni, tehát ha már 40 éves lettem, visszanézek félútamból, azt mondják, az ember élet fele az 40 évnél van. Visszanézek, próbáltam egy ilyen 2006-os évtől errefele egy ilyen lépegetést az időben. És azokat a képeket választottam ki, ami úgy éreztem, hogy legtöbbet foglalkoztat az utóbbi 12 évben. Tehát azok a témák, azok az üzeneteket kerestem, ami nagyon foglalkoztattak. Nagyon fontos, hogy itt, ha körbenézünk, itt vannak a barátok. Ennél fontosabb talán a család és a barátokon kívül nincsen. Az, hogy ennyien eljöttek és megtiszteltek téged, megtiszteltek azt az elvet, azt a gyakorlatot, amit képviselsz, az azt hiszem, hogy mindennél többet mond. Nekem is meglepő volt, és most érzem, hogy majdnem csúnya szóval mondva, hogy egy rajongói kör alakult ki. Nekem ez visszajelzés, hogy ezt az utamot kell járjam, és úgy látszik, hogy az emberek vevők lettek a fák üzenetére. A fák üzenetének az alapja a te gondolatod. Amikor találkozik ez a kettő, én azt hiszem, hogy akkor születnek meg azok az alkotások, amelyek itt helyetted is beszélnek adott esetben. Igen, így van. Helyettem is beszélnek, de én úgy érzem, hogy mi együtt beszélünk a fákkal. Én lassan a fákkal ilyen, úgy érzem, hogy egy testvéri
szövetséget kössek, mert annyira foglalkoztat, hogy már a hétköznapjaimban is, hogyha megállok egy faépület előtt, már keresem az eredetében, holott tudom, hogy azt abból én kiállítható anyagot nem tudok készíteni, de már a házak oldalán is azt nézem, hogy mi van a fában, milyen üzenetet hordoz. A tárlat bizonyíték és biztatás is egyben. Bizonyítja, hogy az ősi motívumrendszer igenis beilleszthető a 21. századi gondolatsorokba, és biztatás az urbanizált világban élőknek, hogy így is lehet. Gundel Takács Gábor a népszerű televíziós volt, a Szent István Művelődési Ház vendége, a szakember életéről, családjáról, hitéről vallott tisztelőinek. Székesfehérváron is bemutatkozott Gundel Takács Gábor, napjaink meghatározó televíziós személyisége. A kiváló média szakember a Szent István Művelődési Ház vendégeként Kozma Ágnes moderálásával rajzolta fel közönségének egyedülálló pályaívét. Akasztják a hóhért, szó szerint mondhatnám ezt is. Nem tudtam tematizálni. Én összeraktam ezt az embert a sok mozaikból, amiből áll. Hihetetlenül sokoldalú ember, hihetetlenül, hát azt tudjuk, hogy közismert, egyértelmű, és tájékozott, úgyhogy itt föl kell kötni a gatyát szó szerint a szakmabelinek is. Én úgy gondolom, hogy én hagyom gördülni a beszélgetést, menjenek úgy a mondatok, ahogyan gondoljuk, és ki fog jönni abból a körvonalból az a Gundi, akit mindannyian szeretünk. Gundi, ahogy az ország ismeri és becézi, a hit a család és a média szolgálatában éli mindennapjait, irigylésre méltó felelősséggel és felkészültséggel. Elvitathatatlan tehetsége mellett alázata is a legjobbak közé emeli. Egy olyan világban élünk, ahol állandóan mindent tudni akarunk másokról, meg azt számít, hogy mit csinálnak mások, hogy viselkednek mások, milyen autójuk van, milyen ruhájuk van, stb. Reality show-k vannak, belekukucskálunk mások magánéletébe. Ami azért sem jó, mert közben, miközben másokkal foglalkozunk, nem foglalkozunk saját magunkkal. És szerintem sokkal többet kéne saját magunkkal foglalkozni. Nem önző módon, csak egyszerűen, hogy kik vagyunk mi. Mert azt már tudjuk sokszor, hogy ki a másik, oké, de ki vagyok én. Na most nyilván, amikor az ember közszereplő, és nyilván van vele kapcsolatosan egyfajta kíváncsiság, akkor azért azt gondolom, hogy nyilván annak is van egy egészséges mértéke. Nyilván nekem is van intim szférám, van magánéletem, vannak olyan dolgaik, amik rám tartoznak, meg a családomra tartoznak. De itt most nem a bulvárra gondolok, meg nem a szenzációhajház dolgokra gondolok, egész egyszerűen van egy magánszférám, ahova, meg mindenkinek. Mindenkinek kell az életben egy pici hely, ahova vissza tud vonulni, mert időnként szükség van rá. Nyilván, amikor egy ilyen beszélgetésen vagyok, akkor igyekszem megtalálni azt a határt, amíg még az embereknek esetleg tudok valamit újat mondani, tudok valami érdekeset mondani, amit magukkal haza tudnak vinni. Legyen ez a munkám, vagy legyen ez az, hogy én miképpen látom esetleg a világukat, vagy más embereket, és nyilván, hogyha egy kérdés már, hogy mondjam, túllő ezen a bizonyos intim szférán, akkor nyilván be fogom zárni a magam kapuit. De azt gondolom, hogy ezzel nincsen különösebb gond, ezért ezt lehet kezelni. Én szeretem ezeket a beszélgetéseket, mert mindig jó, amikor lehet beszélgetni, hogy szemtől szemben. Ugye az én műfajom abban a szempontból hálátlan, hogy nem találkozom azokkal, akik befogadják. És egy-egy ilyen beszélgetés során viszont jó, hogy ott van a közönség, vannak reakciók, azonnal kérdések, szóval igazából szeretem ezt a műfajt emiatt. Nem lehet kétséges, hogy jó, hogy szóba kerül majd a hit, Isten, tehát a reformáció emlékével után vagyunk, a tiszta forrásból tudhatjuk meg, hogy mi minden történt Gundel Takács lelkében ebben az esztendőben. Nyilván fontos lesz a család, hiszen a Gundel család óvatatlanul szóba kell, hogy kerüljön, és a média, az a sokszínűség, ami jellemzi Gundel Takács Gábort. Hát igen, és ezek szorosan összefüggenek, mert mindegyik ugyanabból a forrásból táplálkozik belőlem. Abból az emberből, aki most 53 éves, van 53 évnyi tapasztalata, van 53 éve, amit látott a világból, találkozott egy csomó emberrel, egy csomó jelenséggel, egy csomó történettel,
De nyilván nem ugyanolyan, mint amilyen lesz az 54 éves, meg az 55 éves Gundel Takács Gábor. Tehát a család is, az Istenhez való kapcsolatom is, a médiához, azaz a munkámhoz való kapcsolatom is nyilván ebből táplálkozik, és nyilvánvalóan nem különíthetőek el egymástól. Hogyha elkülöníthetőek lennének egymást, akkor nagyon nagy baj lenne, mert akkor valami hamis lenne. Azért is jó egyébként, hogyha erről beszélünk, mert az emberekben azon, hogy van egyfajta tévképzet azzal kapcsolatos, hogy hú, hát ezek a híres emberek. Pedig a híres emberek is, én például azért vagyok híres ember, mert a munkámat közvetíti a televízió. Van egy érsebész barátom, hogyha a televízió műtéteket közvetíten, akkor ő is ismert ember lenne. Én semmi más nem teszek, csak a magam munkáját igyekszem a lehető legjobban tenni, és az azzal jár együtt, hogy engem megismernek az utcán. De ennyi, és ez nem jelenti azt, hogy más erkölcsi szabályok, vagy más törvények, vagy bármi más vonatkozna rám is. És talán ezeken a kis beszélgetéseken egy picit le lehet bontani ezeket a fajta rossz falakat, vagy ezeket a fajta tévképzeteket. A Szent István tervet zsúfolásig megtöltő Gundi rajongók megtapasztalhatták, milyen is az, amikor egy médiaikon köznapi mosolygós, humorra látszott gondolatokkal tárulkozik ki, mutatja meg önmagát. Miklós Erika és Zemlényi Eszter vendégszereplésével rendezte meg farsangi operaparádéját a Vox Mirabilis Kamara Együttes. Az esten a farsangi ünnepkör dallamai csendültek fel a Szent István Művelődési Házban. A Vox Mirabilis kórus Zemlényi Katica vezényletével ez évben is megrendezte a farsangi operaparádét. A Szent István Művelődési Ház zsúfolásig megtelt dísztermében helyet foglalók nem csalódhattak, fantasztikus kórus ünnep kerekedett a farsang búcsúztató hangversenyből. Ahogyan az egész évet végig énekeljük a különböző korokat és a különböző részeit az évnek, így a farsang számunkra a vidámságot, a kedvességet jelenti, és szeretnénk megörvendeztetni a közönséget is ezzel. Most egy különlegességgel is készülünk, meg fogjuk mutatni, hogy is zajlik nálunk egy kórus próba például. Különleges az is, hogy esztendőről esztendőre sikerül megnyerni Miklós Erikát, és hazatér a Honi Opera irodalom kedvence, illetve az operaénekesek javából most már Zemlényi Eszter is. Igen, nagyon örülünk, hogy pont ez a párosítás sikerült. Erikával most már 7 éves a kapcsolatunk, és hát Eszter nélkül egy farsangi opera parádé pedig nem nagyon tud megszólalni, hiszen már hagyomány, hogy ő itt van köztünk ilyenkor. Miként lehet felkészülni egy ilyen estre, hiszen ez különleges mindenféle értelemben? Elsősorban mindig azt mondom, és a kórus tagjaimnak is azt mondom, hogy először is a zene a lényeg, az, hogy pontosan és jól tanuljunk meg mindent, és abból lehet utána egy kis koreográfiával vidámságot csinálni, hogy a minőségi zenét szeretnénk vidáman előadni. Oh,
Az est díszvendégeim máron hetedszer a Kossuth Díjas világsztár Miklós Erika volt, aki a Barátság jegyében felvidéki koncertkörútját félbeszakítva érkezett Székesfehérvárra, hogy Zemlényi Katica invitálására megörvendeztesse a klasszikus zene szerelmeseit. Nagyon színes műsor lesz ma, és örömmel vagyok itt, mert a Vox Mirabilis-szal már hosszú évek óta nagyon szép kapcsolatot ápolunk. Mikor ki tud a másikon segíteni, tehát egy ilyen adok-kapok dolog, és nagyon sokat koncertezünk együtt. Egy fantasztikus, professzionális kórus, és direkt professzionális mondok, hiszen ők amatőr kórus, és olyan magas szintre emelték az ének tudásukat, az előadó készségüket, hogy abszolút megállják a helyüket bármilyen koncertteremben, és azt tudjuk, hogy nem csak itthon, hanem külföldön is. A mai program az Mozarttól, Gounon keresztül, Kodály Zoltán, szóval minden el fog hangzani, sok vidámság lesz, ami természetesen ilyenkor farsang idején elvárható. Én nagyon jól éreztem magam már a próbán, tényleg sok futótársam is van a Vox Mirabilis együttesben, úgyhogy egy sportos és jó felfogású, mentálisan és fizikailag is rendben lévő társaságról van szó. Kéri Tamás zongoraművész kíséretében Miklós Erika mellett ezen az estén megcsodálhatták itthon a zenerajongók Zemlényi Esztert is. A fiatal operaénekes egy csodálatos estével bizonyította rendkívüli tehetségét. Nekem is nagy öröm mindig, amikor hazajöhetek énekelni. Ma estére három áriával készültem. Mászni Werther operájából, című operájából Sophie áriáját fogom elénekelni. Egy pergolizi áriát hoztam ide, Tu me dame dividi címmel, és egy különlegességet, egy igazi kuriózumot, méghozzá egy Pulenk áriát, Tiresias áriáját. Mondtam, hogy nagyon jó, hogy láthatunk és hallhatunk természetesen. Azt gondolom, hogy ez egy különleges ünnep neked is, hiszen itthon a Vox Mirabilis, és itthon velünk Miklós Erika is. Hatalmas megtiszteltetés Miklós Erikával egy színpadon lenni, egy színpadon énekelni, és hát külön öröm az, hogy tényleg itthon érezhetem magamat a Vox Mirabilis körében. A szájdallam, szájhangversenyen minden együtt volt, ami a mai korban Székesfehérváron is ünneppé tehet egy eseményt, kimagasló színvonal, mosoly és jókedv, az ünnep rangjához méltó előadók. Széchenyi Zsigmond és Eszterházy László, a két vadászlegenda életéről jelent meg egy nagyszerű kötet, szerzői a magyar vadászat két kultikus alakjának életét járták körbe. Az elmúlt esztendőben emlékeztünk gróf Széchenyi Zsigmond halálának 50. évfordulójára.
A magyar vadászat történetének emblematikus alakjáról és sógoráról, Eszterházy Lászlóról jelent meg az a kötet, amelyet Kun Edit, Kocsis Noémi, Csiák Gyula és Szabó Imre jegyez Sógorok könyve címmel. Egy olyan ikonikus alakja a magyar vadászati kultúrának, ugye itt sok mindent elmondhatunk őról, a arisztokratikus származásától elkezdve a világhírű vadászon keresztül, a kiváló irodalmár, és még sorolhatnám, de ebből egy olyan eszenciát szerettünk volna közvetíteni az olvasóinknak, hogy lejöjjön az ő személyisége, átjöjjön egy kicsit 50 év távlatából is az, hogy mit jelent számunkra vadászemberek számára, már a Széchenyi Zsigmond, az ő egyénisége, az egyedisége, mert igenis egy olyan kultúrát, egy olyan hagyomány ápolást közvetít, nem csak a vadásztársadalomban, hanem az egész magyar társadalomban, amely példaértékű kell, hogy legyen. Ő gondolatokat közvetített, és olyan gondolatokat, amely nagyon mély tartalomról, és mély emberi érzésekről tanúskodtak. Hiszen, és olyat, ami számunkra és kell, hogy legyen, és van mondani valója. És valahol az újságban ezt szerettük volna, és ezáltal a könyvben is természetesen közvetíteni, hogy úgy érezze az olvasó, hogy az ő írásai és az ő életműve hozzászólnak. Mert a vadászat, én vallom, hogy a vadászat igazi patinás értékét a hozzáfűződő emlékek finomsága adja. Minél több benne a költészet, a művészet, a romantika, annál inkább nemesedik. És ha szabad így mondani, a vadászatnak mindig van egy kicsit arisztokratikus jellege. Széchenyi Zsigmond ezt közvetítette. Számunkra ezt kell, hogy jelentse. Ezzel idézzük meg az ő szellemiségét ebben a könyvben is. A társszerző ötletgazda Szabó Imre hiteles krónikásként gondoskodó tisztelettel folytatta az Eszterházy vadászemlékek és a Széchenyi Zsigmond emlékkönyv megjelente után a két korszakos vadászember igaz történetének megidézését. A Sógorok könyve az saját ötletem volt, pontosan annak apropójából, hogy egyszer már megjelent 2 évvel ezelőtt az Eszterházy Lászlónak a vadászemlékek, és miután megjelent a Széchenyi Zsigmond emlékkönyv, én úgy gondoltam azt akkor a szerzőtársakkal együtt, hogy ez a Sógorok könyve tartalmazza tényleg a sógoroknak a munkáját, tartalmazza azt, ami a Széchenyi Zsigmond emlékekről szól, és tartalmazza újra, hiszen nagy volt az érdeklődés az Eszterházy László vadászemlékei írása iránt, és ezért volt az, hogy akkor ezt egy könyvbe. És a Széchenyi jubilomra jöjjünk ki vele, ugye ami most volt, január 23-án volt 120 éve, hogy Széchenyi Zsigmond született. És tulajdonképpen ez a könyv, ez egy tisztelgés a megye részéről is, a megye két legnagyobb vadász előtt, mert hozzá kell tennem a mindketten a megye legnagyobb vadászai, Széchenyi Zsigmond mint vadász, meg mint vadászíró, Eszterházy László pedig mint vadászati szakember vadgazdaként, aki a két háború között például 25 éven át volt a Magyar Vadászati Védegyletnek az elnöke is egyben. Széchenyi Zsigmond és Eszterházy László példakép a mai erdész generáció számára is. Az a mentalitás, az a felfogás, hogy megélték a természet és a vadak, a vadászat szeretetét, a vadászat trófeákon túli megismerésének fenségét teszi hitelessé őket a mában is. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten kedden. Minden jót kívánok, viszontlátásra!